Én pedig hagyj jutassam be a előadónkat, Rodics Katalin. Fönn is van, ugye, ő a Greenpeace-től érkezett hozzánk, és olyan dolgokról fog beszélni, amiről általában a TV2, a Kossuth Rádió, és azt hiszem most már egyre több médiát csatoltak, de nem nagyon beszél. Vannak olyan tudósok, kutatók, akik részt vesznek olyan munkákban, ami elsősorban az emberiség jövőjét javát szolgálja. Ez ugye, ha jól tudom, a Greenpeace elég közel van és jól hozzáfér, sőt, jó néhány kísérletet finanszíroz. Annyit talán tudni kell, hogy ez az a szervezet, amelyiket nem támogatja semmilyen politikai párt, nem fogad el azt olyan adományokat, ami befolyásoltságot eredményez. Úgyhogy vélhetően többé-kevésbé egy, hogy mondjam, objektív álláspontot fogunk hallani. Természetesen ugye Katalinnak a múltjában a Környezetvédelmi Minisztérium szerepel és igen komoly szinten dolgozott ugye, az országban élő természeti értékekért. Valószínűleg egy kis belső elkötelezettség van benne, de nagyon sok tény és olyan dolog fog majd elhangzani, ami elvitathatatlan, tehát nem, nem az a szokásos elmaszatolás fog történni, hanem konkrétan azt mondom, hogy lehet is kérdezni tőle. Úgy beszéltük meg, hogy az első órában nagyjából elmondja, amit úgy szeretne, és a második órában, ha lehet interaktívan, lehet kérdezni bármit. Elég szűkörben vagyok ahhoz, hogy ezt megtehessük. Én köszönöm, hogy eljöttetek, és nem olyan úgy mentek haza, mint ahogy tavaly is mentek az emberek, hogy egy nagyon érdekes és elég kuriózum előadást hallottatok. És hát mindenjöttetet várok holnap is. Reméljük, hogy hasonlóan jó szép előadások lesznek, és átadnám a szót. Katina, kérem, hogy pár szót mondjál ezek magadról, mert tudják az emberek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást is, és hogy eljöttek. Rodics Katalin vagyok, és én 26 évet dolgoztam a természetvédelemben, különböző rendben minisztériumok alatt, de mindig ugyanazon a témán, tulajdonképpen a biológiai sokféleség, a természeti értékek védelme volt a témám, és ennek voltam a főosztályvezető helyettese, és 4 éve jöttem át a Greenpeace-hez, ahol gyönyörűen utána is jött a téma is. Úgyhogy valóban egy elkötelezett természetvédő vagyok, és hiszek abban, hogy ez az emberiség jövőjének egyik kulcskérdése, hogy mennyire tudjuk életben tartani a Földet, a földi életet. Úgyhogy ezért külön köszönöm, hogy meghívtak és eljöttek. A Greenpeace-ről is mondanék néhány szót. A Greenpeace lassan az egyetlen olyan szervezet, ami valóban csak magánemberektől fogad el pénzt. Tehát sem pártoktól, sem kormányoktól, sem különböző cégektől nem. És ezt a Greenpeace 31 éve alapító bölcsességének lehet fölfogni, mert az emberek kis apró adományokat adnak, de gyakorlatilag nem befolyásolhatják azt, hogy mi a Greenpeace véleménye témában, ezt mi döntjük el, hogy mivel foglalkozunk. Nagyon komoly előzményei vannak, hiszen nagyon sok gond van a Földdel és a környezetvédelemmel, hogy egyáltalán mivel tudunk erőnkhöz képest hatékonyan foglalkozni. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb alapelvünk, a másik az erőszakmentesség. Lehet, hogy láttak olyan filmeket, ahol a Greenpeace-es aktivisták ilyen nagy feliratokkal fölmásznak a magas épületek tetejére, vagy a Shell-nek a fúrótornyaira az északi sarkon, vagy a nagy ipari halászhajók mellé oda megy a kicsi, mint a Góliát, meg a Dávid. Egy kis csónakban Greenpeace aktivista is ráírja, hogy rabló, mert hogy kirabolja a tengereket. Ezek mind olyan akciók, amivel szeretnénk az emberek figyelmét felhívni arra, hogy valahol nagyon sűrűs gond van, és tudatosítani azt, hogy tennünk kell valamit ellene. És ezért ez egyik fontos módszerünk. Nagyon sok fiatal aktivista dolgozik nálunk, a Magyar Greenpeace-nél 12-en vagyunk csak, de körülbelül 100 aktivista van, aki segíti a munkákat, és ebben az a csodálatos, amikor én idejöttem, hogy fiatal emberek, akik nem a különböző diszkókban, mert nem tudom, hol töltik az idejüket, hanem
a szabad idejében valami pozitívat szeretnének, és a környezetvédelemmel foglalkoznak, és nekünk segítenek. Úgyhogy ez nagyon fontos része a munkának, nagyon sok fiatal itt találja meg a helyét a világban, úgyhogy ezt külön én, amikor ide kerültem, nagyon élveztem. Ennyit előzetesként, és akkor rátérnék az előadásomra. A Greenpeace 3 évvel ezelőtt kezdett el egy ökológiai gazdálkodást, rendszermentes biológiai, Magyarországon biogazdálkodást, így tudtam, most már azért általánosabban elfogadott az ökogazdálkodást, terjesztéséért egy programot, mert meggyőződésünk az, hogy a világban lévő gazdasági, szociális és környezeti válság, és az egészségügyet is ide sorolhatnám, egyik legfontosabb oka az, ahogy ma az ipari mezőgazdaság működik, és az egész élelmiszer előállításunk zajlik. Jövök, mert onnan úgy látszik, igen. Hoppá, bocsánat, hogy itt nagyon előre szaladtam. Azzal kezdeném, hogy egy nemzetközi tanulmány, méghozzá az ENSZ-nek 2013 végén megjelent tanulmányát idézem, és elnézést a hosszú mondatokért, de szerettem volna szó szerint idézni. És ez azért tartom fontosnak, hogy nem csak a zöld környezetvédő szervezetek gondolják úgy, hogy itt nagyon súlyos gond van a mezőgazdasággal, hanem hogy lássák azt, hogy a hatalmas nemzetközi szervezet 70 a világ legjobb mezőgazdasági szakértője által összeállított tanulmánya az, amiből idézek, aminek az a címe, hogy ébredj, mielőtt nem túl késő. És ez azt állítja, hogy a 21. századnak a legfontosabb és legkritikusabb része az, hogy a mezőgazdaságot, ezt az ipari mezőgazdaságot át kell alakítanunk. Ez jelenleg monokultúrán alapul, sok vegyszert, fosszilis energiát használ fel, és ebből át kell térnünk egy fenntartható, a kis családi gazdaságban alapuló, vegyszermentesen a természettel, az élővilágban, harmóniában működő mezőgazdasági termelésre. Ugye azt szokták mondani, és ezt én is, amíg mélyebben nem foglalkoztam ezzel a témával, elhittem, hogy azért van szüksége az adóvegyszerezett nagy monokultúrákon alapuló mezőgazdaságra, mert etetni kell az emberiséget, és sajnos nem tudjuk másképp őket etetni. Hát ez a tanulmány is bizonyítja sok más tanulmányal együtt, hogy ez hazugság, és tulajdonképpen a vegyszer lobby az, aki meggyőzte erről az emberiséget nagyon sikeresen. És ez a tanulmány is kijelenti, hogy ma a Földön 17-14 milliárd embernek tudnánk egészséges táplálékot előállítani. Most ugye valamivel többen vagyunk, mint 7 milliárd, és ebből 1 milliárd éhezik, 1 milliárd pedig alultáplál. És ami a megdöbbentő adat, hogy ennek a 2 milliárd embernek a 70%-a az pont kisparaszt. És ugye ez hogy fordulhat elő? Úgy, hogy ezeket az embereket rávették arra, és Magyarországon is ez adik, hogy ne a saját önállátásukat vennének, hanem eladásra és elsősorban exportra. És abban a pillanatban, hogy azonos termékeket nagy mennyiségben exportra állítanak elő, akkor ezeket az úgynevezett dömping árakkal nagyon le lehet nyomni ennek az árát. És gyakorlatilag ez vezetett oda, hogy a kisparasság az általa megtermelt terményért nem kap annyi pénzt, amennyivel a saját táplálékát meg tudna venni. Természetesen rosszabb szabályozó rendszer és nagyon sok egyéb gond is van vele, de ami nagyon fontos, hogy valójában a kisparasság az nem csak a mezőgazdasági termékek előállítója, hanem egy sokkal fontosabb szerepe is van, hiszen olyan mezőgazdasági és természeti rendszereket működtet, és hogyha jó irányba megy a mezőgazdaság, akkor egészségesen tartja fel, amely az egész ország közösségét táplálhatja. Tehát a víz, a talaj, a táj, az energia, a biológiai sokféleség, a pihenés mind-mind attól függ az is befolyásolja, hogy milyen a mezőgazdasági termelés, és hogy a parasság milyen módon termel.
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a támogatási rendszer abszolút hoz, erre lesznek később is példák az előadásokban, az Európai Uniós támogatási rendszer is hoz, hiszen jelenleg még mindig nagyobb arányban támogatja ezt az agyonbegyszerezett monokultúrás ipari mezőgazdaságot, a támogatásoknak hatalmas traktorokat lehet venni, de ugyanakkor alapvető dolgokat, ami esetleg szükséges, ezt nem. Tehát jobban támogatja a kutatásoknak gyakorlatilag a 98%-a az ilyen típusú kutatás, és nem az ökogazdálkodással kapcsolatos, a rendszeres gazdálkodást támogató kutatás. Sajnos zajlik a földrablás, Dél-Amerikában is mindenütt, ahol kiszorítják, éppen amiatt, hogy a dömpingárakkal ezek a szerencsétlen kis termelők nem tudnak megélni a földből, ezért nagyon sokan feladják, és nagyon olcsón eladják a földjéket, és gyakorlatilag a városokba kerülnek munkanélkülinek, és nagyon súlyos gondokat, szociális gondokat teremt ez a helyzet, és kicsúszik a helyi közösség kezében a körülötte lévő föld, és hát sajnos ezt látjuk Magyarországon is, nagyon keményen zajlik. Egyébként most az Európai Parlament tavaly évben csináltatott egy felmérést pont a földrablásról, és ez világosan mutatja, hogy Kelet-Közép-Európában nagyon keményen zajlik az a folyamat, amikor a helyi közösségek elől megvásárolják a földeket, és hát el lehet hitteni, hogy az a falu, ezt önök is nyilván nagyon jól érzik és tudják, amelyik nem rendelkezik a körülötte lévő földdel, és egyéb megélhetési lehetőség az embereknek esetleg nincs, az egy lehetetlen helyzetbe kerül. Rengeteg ilyen kis falu kezd kialakulni Magyarországon is, ahol a föld, ami körülöttünk van, már nem az övé. A másik ok, hogy megnyitották a piacot az olcsó import élelmiszereknek, amelyek sokkal olcsóbbak, és gyakorlatilag, amit mondtam, hogy a parasságok is arra ösztönözték, hogy erre termeljen, és ne a saját ellátására. Bocsánat. Úgyhogy ma már egyértelművé vált, és ez az egyik legfontosabb üzenete ennek a nagy ENSZ tanulmánynak, ez egy 200 oldalas anyag, amikor ezeket a gondolatokat kiemeltem, hogy csak a kisparaszti gazdaságok, biogazdaságok és néhány más olyan fenntartható mezőgazdasági rendszer, amely a természettel harmóniában működik, az egyetlen járható út az emberiség számára. És ami nagyon fontos, hogy ezek több és jobb minőségű élelmiszer tudnak előállítani, mint az ipari mezőgazdaság. És ez nagyon fontos, hogy megjegyezik, a semmi más a mai napon nem akarjuk le, de hogy igenis többet lehet globálisan termelni ezekkel a bio és ökomódszerekkel, mint a hatalmas nagy monokultúrákkal, ez nagyon fontos, és a minőségről, a táplálék minőségről pedig részletesebben fogok beszélni, és nagyon-nagyon fontos, hogy a helyi erőforrásokat használjuk, és helyben termeljük, helyben fogyasztjuk, lehetőleg olyan termünk, amit mi termelünk, itthon termelünk, és egy faluban pedig talán a falu környékén termelnek meg. Ami még nagyon fontos, hiszen erről folyamatosan hallunk, a klímaváltozás is, hiszen óriási viharok és nagyon-nagyon változó időjárás zajlik, azt is tudjuk, hogy a tavalyi év volt a legmelegebb év, amelyet valahol rögzítettek a meteorológusok, és az idei év még ezt is túl fogja szállni, úgy tűnik. És megállapította ez a tanulmány, hogy a Föld összes széndioxid kibocsátásának az 50%-áért felelős ez a típusú mezőgazdaság ebbe, és élelmiszer előállítás. Ebben beleszámítjuk azt is, hogy az élelmiszereket ma teljesen fölöslegesen 1000 kilométerekre szállítják, nem tudom miért, mert Csillérből viszont mostott Magyarországra, mert a németek csináltak egy nagyon érdekes vizsgálatot egy gyümölcsjoghurttal, aminél kiszámolták, hogy 1500 kilométert utaznak a különböző komponensei, a gyümölcs, a tej, a nem tudom mi minden tesznek még bele, és ugyanakkor 10 kilométeren belül mindent meg lehetne szerezni. Csak ezeknek a cégeknek valahol az az érdekük, hogy a saját leányvállalataitól, vagy nem tudom
még olcsóban szerezzék be. Ebbe a széndioxid növekedésbe, kibocsátás növekedésbe benne van, hogy kívánják a trópusi őserdőket is, illetve a hatalmas szójajutatvényeket telepítenek Dél-Amerikában a nagyüzemi állattartás részére, és nagyon sok egyéb tényező. Tehát ha visszatérnénk egy klasszikus természeten való együttműködésen alapuló, helyben termelő, vegyszerűen élelmiszert előállító gazdálkodásnak, akkor néhány évtized alatt a széndioxid kibocsátást a felére lehetne csökkenteni. És nem kellene ezek a nagyon bonyolult kvóta elosztások, kvóta kereskedelem, meg egyéb bőrült ötletek. Én magam a biológiai sokféleség egyezményben dolgoztam, ahol harcoltunk az ellen, azok ellen az ötletek ellen. Mindig valakinek eszébe, hogy valami volt olyan is, hogy lőjünk föl tükröket a tűbe, és az majd visszameri a napsugárzást, és akkor nem lesz ilyen meleg a Földön. De amit el is lehetett megvalósítani például egy másik, a tekerek trányázása, ezt Kanada mellett egy több ezer négyzetméter területen megcsinálták, hogy vasszulfátot nyomtak bele, ami egy ipari haszontalan mellékanyag, hogy jól járt az a cég, aki ezt kitalálta és megvalósította a tengerbe, mert ettől felszaporodnak az algák. És akkor azt mondták, hogy attól, hogy az alga felszaporodik, egy csomó széndioxidot megköt, és akkor csökken a széndioxid, de hát ugye az a alga is elpusztul, és ezzel gyakorlatilag a teljes tenger életet azon a szakaszon tönkretették, úgyhogy ez megint az, amikor ilyen nagy ötleteket valójában nem gondolnak végig, és nem nézik meg a hosszabb vagy rövidebb távú hátrányos következményeit is. Úgyhogy ezután a nemzetközi áttekintés után is, és egyébként is a saját tapasztalataink alapján meggyőződésünk az, hogy a vegyszeres termelés helyett át kell állnunk a gazdálkodásra. És itt egy kicsit hazatérve, én úgy gondolom, hogy nekünk két kiemelkedő értékünk van. Az egyik a termékeny talajunk, azt mondják a talajtani szakértők, hogy Magyarországon a mezőgazdasági területnek a 80%-án lehetne vegyszermentesen élelmiszert előállítani. Persze ennek egy jó része sajnos már vegyszerekkel tönkretett, de valaha a lehetőség nagyva volt, és újra vissza is lehetne térni, mindig nagyon termékeny a talajuk. A másik pedig a szellemi tölke, az itt élő embereknek a tudása és tapasztalata, ami még rendelkezésre áll, és nagyon-nagyon fontos a fiatalabb generációnak, hogy ebből tanuljon, és kellő tisztelettel és alázattal ezt a tudást átvegye. Ezek a képek egyébként nagyon készültek szakmán egyik hallgató kisfamiliában, ahova én talán Péterékhez hasonlóan, de én is elkeveredtem, és beleszerelmesedtem az ottani tájba és a fantasztikus emberekbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy egyik értékünket sem kezeljük megfelelően, a jelentőségének megfelelően, sem a talajunkkal, mert ugyanez a legfontosabb természeti előforrásunk, de a vegyszerekkel sajnos tönkre lehet tenni, és ez zajlik is napjainkban. Ha belegondolnak, valaha a földjeinket tényleg minden megtermek, zöldség, gyümölcs, gabona, az állataink etetéséhez szükséges fehérjegyús takarmány nem kellett élni, tartalmú szóját exportálni Dél-Amerikából, meg volt minden, amivel az állati fehérje igényeinket megfelelően tudjuk elégíteni, a talajunkat, az állati tárgyalmat termékenyen tudtuk tartani, úgyhogy tényleg mindent elláttunk magunkat is, és még Európában is tudtunk ebből hús, gyümölcsöt, gabonát exportálni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosodjon mindjártunkban, hogy még megvan ez a tudás, de ne hagyjuk, hogy elmenjen ez az öregeinkkel. Milyen hatásai is vannak az ipari mezőgazdaságnak? Erről a Greenpeace több kiadványt is készített, amikből hoztam egy-egy példányt önöknek, és az előadás után nyugodtan vegyenek el belőle. Az egyik
kiadványunk, ez gyakorlatilag azt bizonyítja be, hogy Európa milyen nagyon nagy mértékben függ ma már a növényvédőszerektől, a pesticidektől, és hogy ennek milyen súlyos hatásai vannak a élővilágra, a biológiai sokféleségre. Amint mondtam, ezek a vegyszerek, de a társok is, tehát a végkisoktól kezdve az összes növényvilágán keresztül, a rovarító gombaról és egyéb szerek tönkre teszik a talaj, gyakorlatilag megölik a talaj élőlényeit. Én azt szoktam mondani a városi embereknek, hogy a talaj az nem sárga cipőkön meg koszorúvákon, hanem fantasztikus élőlények milliárdainak a csodálatosan összehangolt közössége, amelyek termelik számunkra a szerves anyagot, amiből egyáltalán a földi élet és a növényeink, a növényeinkből az állataink létrejöhetett, úgyhogy ez egy óriási érték, és gyakorlatilag a talajainknak az élő világát még a mai napig nem ismerjük, de tesszük őket tönkre. Tönkre teszi a vizet, a vízben élő élőlényeket, eljut a levegőbe, mind a vegyszer maga, mind amit elmondtam, a széndioxid és egyéb üvegházhatásokhoz kibocsátás révén nagyon súlyos következményei vannak, és egyre gyorsuló ütemben pusztítja az élővilágunkat. Olyan úgy hívjuk, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, tulajdonképpen ezek természeti rendszerek, amelyek a földi életet szolgálják, és ezek közül ez az ipari mezőgazdaság a legtöbbet nagyon súlyosan károsította már, ilyen például a beporzás. Tudjuk, hogy a méhek nagyon kritikus helyzetbe kerültek, az USA-nak vannak olyan részei, ahol teljesen eltűntek a méhek, most poszméheket próbálnak tenyészteni és azzal próbálni. Az is nagyrészt közismert például, hogy kínai és részei már kis ecsetekkel porozzák be az almafákat, mert egyszerűen nincs beporzó rovar. És hát nem kell nagyon messzire menni, mert Németország egy részén is nagyon erősen ki. Hát még vannak méhek, de majdnem, hogy a kipusztulás szélén vannak. És hát Európában is ezres nagyságrendje a különböző vadon élő beporzó kis méhek rovarok száma. Ezeknek a jó részét is még nem is ismerjük, csak azt tudjuk, hogy az összes táplálékunknak, a növényi táplálékunknak a felét azt a beporzó rovaroknak köszönhetjük. Tehát azt tudjuk mondani, hogy minden második, harmadik falat ételünket köszönhetjük ezeknek a kicsi rovaroknak, vagy esetleg, mert nem csak rovarok vannak beporzók, hanem vannak globálisan madarak, csigák, denevérek, nagyon sok faj, összesen 10 000 olyan faj van, amik a beporzást végzi világviszonylatban. Úgyhogy ha ezeket tönkre tesszük, akkor a saját táplálékunkat tesszük tönkre. Ezek kívül a természetes növényvédelmet is megöljük ezekkel a vegyszerekkel, hiszen minden egyes kártevő, mezőgazdasági kártevőknek léteznek természetes ellenségei. Hogyha ezeket életbe hagyjuk, ezek nagyon jól tudják kontrollálni ezeket a különböző rovar és egyéb kártevőket, de a vegyszereket, ezeket is elpusztítjuk. A ivóvízünknek, a vizeinknek a természetes tisztulása is gyakorlatilag megszűnt azzal, hogy az élőlényeket a vízbe jutó vegyszerekkel elpusztítottuk. Úgyhogy a tápanyagtár körforgás, mint mondtam, a talajtermékenysége, ez mind-mind olyan fantasztikus adománya a Földnek, amit meg kellene őriznünk, és ami abszolút meggondolatlanul, és nagyon sokszor nem is tudva, hogy mit teszünk, pusztítjuk napra napra. Sajnos ezeket az adatokat, ugye ezek a nagy cégek, akik a vegyszereket előállítják, nem nagyon publikálják, hiszen ez nem az ő érdekünk, hogy erről mindenki tudjon. Úgyhogy ezért a Greenpeace azért kiemelt kötelességének tartotta, hogy ezeket a kiadványokat megjelentesse. El kell mondanom, hogy a kiadványokban szereplő adatok, cikkek, azok mind tudományos szaklapokban megjelent cikkek. Tehát ezeket a vizsgálatokat nem a Greenpeace végeztette el, hanem mi gyűjtöttük össze, és abból összeállítottuk ezeket az anyagokat, tehát ezek tudományos értékű adatok, amelyek azért nem kaptak elég nagy publicitást az elmúlt években.
Úgyhogy azt is látjuk, hogy a rengeteg rovarölő és gyomító szervel gyakorlatilag a vadon élő fajok számára elérhető táplálék is rohamosan csökken. És hát madarakból hoztam példát, de beszélhetnék ülőkről, kétértőekről és minden más fajról. A fecskék azok nagyon közel állnak a szívünkhöz, és nyilván ők is tapasztalták, hogy nagyon jelentősen csökkent a fecskék állománya, kb. 40-50%-kal kevesebb fecske van, mint a 2000-es évek elején. Ennek több oka is van, nyilván az extenzív legeltető állattartás csökkenése is belejátszik, de az is, hogy gyakorlatilag a táplálék forrásaikat szüntetjük meg, holott a madaraknak nagyon fontos szerepe van, tehát társaink a mezőgazdaságban, hiszen ők összeszedegetik azokat a mezőgazdasági kártevőket, amelyek gondot okoznak a mezőgazdaságban. Ezek nagyon messzire eljutatják a növények magvait, ezzel a biológiai sokféleséget, a változatos élővilágot tartják fel. És vannak olyan magok is, amelyeknek át kell menniük egyes madaraknak a emésztő rendszerén ahhoz, hogy azok termékenyek legyenek. Ilyen például a vadcseresznye is, amit hogyha egy madár nem eszik meg és nem megy át rajta, akkor az nem lesz termékeny. Mindemellett nagyon-nagyon aggasztó adatokat tudunk ma már, amelyek egész Európában jellemzőek. 1980 és 2013 között 40%-kal csökkent Nyugat-Európában a madarak állománya. Ugye ez darabra, példányszámra mit jelent? Egy rövidebb időszakban vannak adataink, 1980 és 94 között, tehát 14 év alatt 421 millió madár ült el. Ennyivel kevesebb madár van Nyugat-Európában, illetve egész Európában. És hát Magyarországon is nagyon aggasztók az adatok, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesületnek az adatait mondott. Ő gyakorlatilag monitorozzák hosszú évek óta mind az erdei, mind a mezőgazdasági területeken élő madarainkat, és 25-30%-es csökkenés van 2004 óta a madár állományokban, a mezőgazdasági területen élő madarak állományában elsősorban, ami egyértelműen azt bizonyítja, hiszen ekkor volt az EU csatlakozás, hogy az egész Európai Unió föld alapú támogatási rendszere rossz, ezt nyugodtan kijelenthetjük, hiszen az alapján kapják a gazdák a támogatást, hogy mekkora területet termelnek, és ezért az az érdek, hogy kivágják a sportzótokat is körülötte, hogy megszerezzenek, hogy a kis vizes területeket is lehetőleg eltüntessék, hiszen akkor annyival kevesebb támogatást kapnak. Meg egyéb nagyon kemény hatásai vannak ennek a támogatási rendszernek, és ez nagyon látszik az élővilág helyzetén, és hogy azért ez orvosolható lenne, arra is van magyar adat is, hogy ahol az agrárkörnyezetgazdálkodási program működött, ott is mérték a madarak számát, volt felmérés, és ott sokkal kevésbé csökkent a madár állomány, mint a nagyüzemi ipari mezőgazdaság módszereiben művelt területeken. Ami a szintén nagyon aggasztó, hogy ezek a növényvédő szerek nem tesznek különbséget, azt szoktuk mondani, barát és ellenség között, és gyakorlatilag elpusztítják, ahogy mondtam, a hasznos élőlényeket is, és azt is kimutatták, hogy hosszú távon tulajdonképpen a kártevőket segítik. Azzal, hogy azokat a kicsi élőlényeket, amelyek őket egyébként féken tartanák, gyakorlatilag elpusztítják. Úgyhogy ráadásul ezek a kártevők néha néhány generációval rezisztensé válnak, ellenállóval válnak az adott egyszerre, akkor növelik persze a felrendezések számát, stb. Stb. Tehát tulajdonképpen egy óriási vegyszerterhelés lesz, ami a hasznos élőlényeinket is elpusztítja. De hogy egy kicsit magunkról is beszéljünk, a természet után az élelmiszerünkre térnék át, hogy mi újság azokkal a tányérokra kerülő ipari mezőgazdasági élelmiszerekkel, mi van benne, mi nincs benne. Teljesen egyértelmű, hogy csökkent az élelmiszereinknek a tápértéke, és ha belegondolunk, az abszolút
logikus is, hogyha a talajok tápanyag hiányos, akkor a belletermelt növények is tápanyag hiányos lesz, és ha nem egészséges és tápanyag növényeket fogyasztunk, akkor mi is hiánybetegségekben fogunk szenvedni. Úgyhogy a felmérések egyértelműen azt bebizonyították, hogy miután ez az ipari rendszeres mezőgazdaság beindult, folyamatosan csökken az élelmiszereink tápértéke, elsősorban a vitamin és az ásványi anyag tartalom. Magyar adatot hozok, nagyon sok nemzetközi adat is van, de úgy gondoltam, hogy a magyarországi adatok a legmeggyőzőbbek. Márai Géza professzor a Szent István Egyetemen nézett vizsgálatokat, és az 1950-es évekhez képest nézte meg, hogy napjaink mi tűnt el, vagy mi maradt a ipari mezőgazdasági termékeinkben, terményeinkben. A búzának a mikroanyag tartalma az 50%-a, az ága 62, kukorica 81, répa 25, burgonya 14, sorolhatnám sorba a tejék 95%-kal, a káposztáék 95%-kal, a sárgalépáik 40%-kal kevesebb, mint az 50-es években volt. Ha belegondolnak, ez azt jelenti, hogy és ebben egy angol adat is van, akik kiszámolták, hogy az Angliában most nagyizani termesztéssel előállított almában század annyi vitamin és ásványi só van, mint az 50-es években, tehát amíg az 50-es években elég volt egy almát megenni, hogy meglegyen a napi vitamin. De volt ez a mondás, hogy magyarul nem is tudom, hogy egy alma napot az orvos távol tartja, addig ma már meg kéne lenni 100 almát ahhoz, hogy ugyanezt a vitamin mennyiséget belegyük, ami fizikailag képtelenség. Úgyhogy nyilvánvalóan, ahogy mondtam, ha nincs a talajunkban meg ez a mikro- és növényanyag tartalom, akkor a tápanyagban sem lesz meg, illetve hát a mi testünk is hiánybetegségben fog szenvedni. Egy kicsit a nagyüzemi állattartásra is egy pillanatra ránézünk egy pár jelenlegi. Erről is vannak magyar adatok. A tejből 1956 és 2000 között eltűnt a kálcium 28%-a, a magnézium 11 és a vas 60%-a. Hogyha ezt feldolgozzuk tovább sajtát a nagyüzemi módszerekkel, akkor további 70% eltűnt belőle, és gyakorlatilag az összes vas elvész belőle. Tehát amit eszünk, az valójában nem táplál minket. Most emellett, hogy csökkent az élelmiszerek tápértéke, ugyanakkor nagyon sok súlyos egészségkárosító vegyszer kerül be, amelyeket a ipari mezőgazdaság használ, és erről is megjelent egy kiadványunk, szintén az asztalon rendelkezésre áll, ez a növényvédőszerek szerepe az emberi egészségben, és teljesen egyértelműen kutatási adatok bizonyítják, hogy növelik a rák, egyes rákfélék előfordulását, immun és hormonrendszeri gondokat okoznak, az aszma kialakulásában nagyon súlyos tényezők. Ugye nagyon sok rovarelőszer az idegméreg, ami ugyanígy az emberi idegrendszert is mérgezi, és még nagyon-nagyon alacsony koncentráció esetén is nagyon hosszantartó hatása van, ami nem azonnal jelentkezik, hanem esetleg évtizedekkel később azokban az emberekben, akik ezzel foglalkoznak, illetve ilyet fogyasztanak. Ráadásul ezeket a vegyszereket úgy engedélyezik, hogy egy-egy vegyszer külön-külön letesztelnek, és megpróbálják kitalálni, hogy mennyi az a koncentráció, ami még elméletileg nem okoz komolyabb egészségügyi károsodást, de több százféle növényvédőszer van, és ezeknek az együttes hatása képtelenség letesztelni. Ez az úgynevezett koktél hatás, és azt is kimutatták, hogy például egyes rovarölő szereknek a hatását a gombaölő szerek akár ezerszeresére is megnövelhetik, például méhpusztulás esetén. És hát ilyen koktélokat eszünk,
a Greenpeace szava előtt kora tavasszal teszel paprikákat, amikor még vegánsz paprikát lehetett csak kapni, mert ugye erre is elszoktattak minket, hogy január, február, márciusban is paprikát kell lenni. Mert hogy ez vitamin, de hát gyakorlatilag vitamin nem nagyon van benne, de például volt olyan paprika, amiben 17 féle egyszer teszteltünk. Mindegyik koncentráció alatti volt, a megengedettnél alacsonyabb volt egyenként, de 17 féle volt, hogy azok mit csinálnak a mi szervezetünkben, vagy a gyerekeink szervezetében. Arról szintén sajnos vannak adatok, és azt is megállapítottuk, hogy kik a legveszélyeztetettebb csoportok. Hát nyilván a legveszélyeztetettebbek a gazdálkodók, a kisparasztok, akik maguk permeteznek, és ezt használják, illetve a családjai. De a másik legveszélyeztetettebb csoport az pont a kismamák, a gyermeküket váró anyák, hiszen ezek a vegyszerek átmennek a placentán, és egyértelműen bizonyított, hogy nagyon súlyos gondokat okoznak, fejlődési rendellenességeket, később a szellemi teljesítménye ezeknek a gyerekeknek rosszabb. Ezt olyan anyákon végezték el ezeket a kísérleteket, akik üvegházakban dolgoztak, és nagyon nagy mennyiségben ki voltak téve ezeknek a vegyszereknek a terhesség alatt. És hát sajnos szoktatás alatt is az anyatej tele van ma már vegyszerekkel. Tudjuk, hogy gyakorlatilag minden magyar anya DDT és anyatejjel szokta, mert ugyan 40 éve befűtöttek a DDT-t, de annyira hosszan megmarad a talajban, és felhalmozódik az emberi zsírsejtekben is, hogy sajnos még mindig DDT-t mutatnak ki az anyatejben, és nagyon sok egyéb vegyszer is, az újabb vegyszerek is átmennek a tejben, és utána, amikor a kicsi az első főzeléket megkapja, az első almát, az első kis püléket, és hogyha az nem bio, akkor olyan koncentrációban kapja a vegyszer, az a pici szervezet, akinek még az ellenálló képessége, meg a kiválasztó rendszere is abszolút fejletlen, hogy nagyon súlyos gondokat okoz. Úgyhogy erre külön nagyon fontos odafigyelni, és ez egyik célunk, hogy elérjük a mamákat, a védőnőket, az orvosokat, hogy ezzel igenis foglalkoznak, és vegyék rá, beszéljék rá az anyákat, hogy legalább a kicsi gyermekkorban bio élelmiszerrel lehessék a gyerekeiket. Egyre nő egyébként Európában a vegyszerhasználat, erre egy ilyen kis grafikát csináltunk. A németországi adatok alapján Németországban megnézték, hogy amíg az 1950-es években egyáltalán nem permetezték az almát, addig 2014-ben egyetlen egy tenyész időszak alatt 34-szer. Lehet látni, hogy nőtt a 20%-tól 28-32 évről évre egyre több, és Magyarországon is átlagosan egy alma ültetvény, ami persze nem jó, 34-szer termeteznek különböző vegyszerekkel. El lehet képzelni, hogy mi marad a talajban, mi marad az almában, mi kerül belénk. Úgyhogy nekünk meggyőződésünk az, hogy nem az az út, hogy most újabb, mondjuk kiderül egy növényvédőszerről, hogy rá kell tőni, például most kiderült a glifozát nevű totális gyógyítószerről, ami 52 féle magyarországi használatban lévő gyógyítóban benne van. Erről az Egészségügyi Világszervezet közreadta, hogy nagyon nagy valószínűséggel rá kell tőni, úgyhogy az Európai Unióban éppen a napokban ment a nagy vita arról, hogy betiltsák, ne tiltsák, hát most még 18 hónapra meghosszabbították a használatát, hogy Európa saját vizsgálatokat végezzen, de valójában nem jött az van, hogy a nagy vegyipari lobby elérte, hogy most még ne tiltsák be. Úgyhogy nem az az út, hogy egyenként kivonassuk őket, és akkor a vegyipari cégek újakat kitalálnak, hanem hogy egyáltalán nem használjuk őket, mert ezek nélkül is tudnak termelni. Úgyhogy mindenképpen át kéne állnunk ökogazdálkodásra, és erről is van egy kiadványunk, ami az emberközpontú élelmezési rendszerünk, amit a Greenpeace fontosnak tart, ami nem csak arról szól, hogy vegyszermentesen gazdálkodjunk, hanem élelmiszer önrendelkezésről, hogy magunk állítsuk elő az élelmiszert, lehetőleg helyben magunk fogyasszunk, és hogy mit termeljünk és mit tegyünk, azt ne a profit érdekek, és ne a nagy élelmiszer láncok és
globális szervezetek határoznak meg, hanem mi magunk és a fogyasztók egészsége és érdekelődtsenete. Nagyon fontos a gazdálkodók és a vidéki közösségek támogatása, hiszen nagyon veszélyeztetetté vált a kis parasság az egész világon. Egyébként van egy nemzetközi felmérés, hogy mik a legveszélyeztetettebb állások, foglalkozások, és az első legveszélyeztetettebb az a postás. Ez a jó tudatom, hogy tényleg így van, mert már nagyon keveset levelezünk. De a második legveszélyeztetettebb szakma az a kis parasság, ami a leginkább csökken világviszonylatban. A harmadik alapelvünk a hatékonyabb élelmiszer termelés és jobb hozamok, mert igenis lehet jobban és többet termelni a biomódszerekkel. Nagyon sok új módszer van, nem csak arról van szó, hogy visszamegyünk a múltba és csak a múltbeli akkor működő eszközöket használjuk, hanem nagyon sok új fejlesztés van. Például Kínában csinálták meg azt, hogy egyszerűen összekevertek kétféle rizst, és együtt vetették el, az egyik az rezisztens volt egy rizs rostára, de nem termett sokat, a másik viszont nagyon bőtermő volt, de az nem volt rezisztens, és azzal, hogy együtt vetették a kétfélét, ezért nem tudott a betegség a rostra elterjedni, mert a rezisztens az megfogta, és ugyanakkor nagyon jól tudott teremni a jó bőtermő, úgyhogy 60%-kal több termést kaptak, mint korábban. Vagy például szintén, ez egy afrikai példa, de szerintem Magyarországon is tudnánk alkalmazni, nem használnak vegyszert a kukorica lég ellen, hanem a kukorica közé vetettek olyan növényt, ami az illatanyagával riasztja a kukorica gólj lepkét, és köréje körbe pedig olyat, amit szintén nagyon szeret a kukorica gólj, és ami amúgy az állatoknak még takarmányként is felhasználhatók, úgyhogy ez a vonzás-taszítás módszerének hívják, hogy kinyom ezzel az illatos növényel a kukoricatáblából a kukoricamoly, és azon boldogan szaporodjon azon a növényen, ami nekem nem olyan nagyon fontos, egyenek, aztán utána meg magát a növényt az állat, és ezzel is nagyon komoly termés növekedést értek el. Vagy például most tartottunk nagyhódosan egy képzést, és ez a fölvittünk egy úgynevezett gyomfésűt, amivel Kishantoson végezték a gyomtalanítást, és gyakorlatilag, ha megfelelő időben, amikor éppen a gyom eléri a talajfelszínt, végig mennek rajta, ez kifésüli a gyomot, és ha még egyszer végig mennek, köszönöm szépen, akkor teljesen jobb nélkül lehet tartani az egész felületet, mert utána a növények zárják a felületet, és nem kap elég fény, és nem indul el. Úgyhogy nagyon, nagyon jó és nagyon ötletes módszerek vannak, csak ezeknek valahogy a ismerték vétele még nem zajlik olyan sebességet, mint a különböző vegyszereké. Nagyon fontos a biológiai sokféleség, hogy többféle növényt ültessünk. Magyarországon rengeteg régi fajtánk van, a Káfolyószerény Népakban 85 ezer régi fajtánknak a magját őrzünk fagyasztott állapotban, és nyilván ezek a régi fajták az adott körülményekhez alkalmazkodó fajták. Nagyon jó lenne ezeket újra visszavarázsolni a termelésben, de elemeni jogi szabályozás és nem csak itt Magyarországon, hanem egész Európában, a világon, az gyakorlatilag csak azoknak a szaporító anyagoknak az eladását engedélyezi, amelyek rajta vannak egy fajta jegyzékre, az meg több 10 millió forintos nagyságrend, hogy valamit erre fölvetessen, úgyhogy automatikusan kiszorultak a régi fajtáink, úgyhogy nagyon fontos lenne ezeket újra visszavarázsolni, hiszen ez egy általános természeti alaptörvény, nekem is meggyőződésem, hogy akár a egyéniségünket nézzük, vagy a társadalmat, minél sokszínű valami, annál stabilabb. Egy ember is minél sokszínű, minél több mikerhez ér, annál több lábon áll a Földön, annál stabilabb a személyisége, az élete, ugyanígy az élővilágban is, minél több színű a általunk megtermelt, minél többféle növényt termelünk, valamelyik mindig fog teremni, és valamelyik mindig tud alkalmazkodni az adott körülményekhez.
Nagyon fontos, hogy a talajt az egészségesen tartsuk, és a vizeinket is. Ehhez az kell, hogy ne tegyük tönkre az ottani élőlényeket, használjuk az ökológiai növényvédelmet, a természetes ellenségeket, a vegyszerhelyet, és egy sokkal rugalmasabb, a környezethez jobban alkalmazkodó, az adott körülményekhez jobban alkalmazkodó élelmezési rendszerünk legyen. Ebből a kiadványunkból sajnos egyet hoztam, mert valahogy a kollégáimmal elfelejtettem többet beadni. Nagyon sok olyan példa van, ami használható a mezőgazdaságban, pont az ökomódszerekre. Egyébként az összes kiadványunk letölthető a Greenpeace Magyarország honlapjáról. Úgyhogy meggyőződésünk, hogy ki kell törni ebből a növényvédőszer ötödik köréből, és ahogy elmondtam, ennek a kulcsfontosságú része, hogy sokszínűvé kell tenni a mezőgazdaságot, hogy a növényvédőszereket helyettesítsük, például normális vetésforgó legyen, amiben belerakhatjuk a pillangósokat, ami ugye már néhány nitrogén termel a talajnak, tápláléka állatainknak, megfelelő, a környezethez jól alkalmazkodó, ellenálló fajtákat válaszolunk, és nem csak az egyes szántóföldeket, hanem a tájegységi szinten is a változatosságot kellene előnyben részesíteni. Nagyon fontos a megfelelő talajápolási módszerek, és az, hogy a biológiai jutással ígyük a kártevőket is nem egyszerrel. Úgyhogy ezek a lehetőségek ma rendelkezésre állnak, csak sajnos nem ismertek. És amikor tavaly előtt csináltuk egy országjárást, kiderült, hogy többen gondolkodnak azon, hogy átállnak ők a gazdálkodásra, csak egyszerűen nem ismerik, hogy hogyan lehet átállni, és azt sem tudják, hogy mitől lehet kérdezni, mert tisztelet a kivételnek, a falu gazdálkodók sem tanulnak ők a gazdálkodásról, és nem tudnak ebben tanácsot adni, úgyhogy ezért mi ezen dolgozunk, és ezen a kiadványon is tulajdonképpen ezt szolgálják, hogy minél több tudást eljutassunk az érintettekhez. De ami nagyon fontos, hogy ehhez azért politikai és pénzügyi támogatást még szükség lenne. Úgyhogy a régi szinten, mint a hazai szinten ezen lobbizik, hogy igenis erre menjen több anyagi támogatás. Úgyhogy ez a programunk, ami a gazdásegítése, a fogyasztók tájékoztatása, hiszen ha tudják, hogy milyen káros, amit tesznek, akkor talán nagyobb lesz az igény az ökotermékek iránt, és akkor több gazdálkodó lesz elég bátor ahhoz, hogy átálljanak a termelésre, és szeretnénk, hogyha a támogatásokat is átcsoportosítanak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, gondolom kinyerítő volt, és azért elnézést kérek, csak próbáltam mindent bele sűríteni ebbe, ami a jelenlegi élelmezési rendszerünk gondja, és ami miatt tényleg az élővilág, a mi egészségünk pusztul, és ami miatt tulajdonképpen szociális szempontból is, társadalmi szempontból is az ország nagyon rossz helyzetben áll. Úgyhogy köszönöm szépen, és állok elénk a